totálisan a kereskedőre terhelik ennek a költségét, magyarul a más nemi szervével verik a csalánt. Nem ért vele? Nem, mert a diktatúra az nem ilyen. Én ugye öreg vagyok már, a Kádár rendszerben nőttem fel. Ha ott ilyet kiraktak volna egy ilyen intézkedés után, az gondolom tudja, hogy mi lett volna a következménye. Örülök is neki, meg sajnálom a portosokat, meg gondolom, hogy ők vesztenek rajta. Elsősorban a vevőimnek szántam ezt az információt, hogy lássák azt, hogy ez mi van ez az egész mögött. Most az, hogy valaki megfogadja, van, aki nem, ezt mindenki eldöntheti, tehát én nem kényszerítek senkit arra, hogy ne vásároljon belőle. Teljesen egyetértenek így ebben az egésszel, ami történt. Pár vásárló felháborodott ez miatt, hogy ennyire hogy lehet beszabályozni azt, hogy nekem mennyiért kell adnom, és úgy, hogy tudják azt, hogy drágában veszem meg. Azért van azért belőle fogyás, de ilyen naponta egy-két darab, tehát nem egy ilyen számottevő mennyiségről van szó. Hát van belőle. Most, hát megmutathatom. Ja, úgy plusz készlet? Nem, annyi van, amennyi kint van. Úgy. Hát most, de a napi szinten tudok belőle beszerezni, tehát tudom ezt pótolni. Én ebben senkit nem utasítok semmire, tehát én ezt kérésnek, az én saját vevőimnek írtam ki. Hát ez az árstop tábla, ami kötelező kirakni, de ezt is én úgy láttam helyesnek, hogy lássák a vásárlók, hogy én mennyiért szerzem be, és mennyiért kell eladnom.